határos hatás. A testi-lelki egészség idős korban ezzel a mottóval rendezték meg a hagyományos egészséghetet a Komáromváros Egyesített Szociális Intézményének idősek otthonában. Az élet és az egészség az ember alapvető, semmi mással nem pótolható értéke. Fenntartása minden ember elemi érdeke. Az egészség genetikai tényezőktől, egészségügyi ellátástól, környezettől, de leginkább az életmódunktól függ, mondta Illés Nikoletta, Komáromváros Egyesített Szociális Intézményének vezetője a programsorozat nyitónapján. Célunk, hogy minden idős lakóban kialakítsuk az igényt arra, hogy egészségesen éljenek, ismerjék fel az egészségre káros hatásokat, váljon számukra értékessé az egészség. Mit is jelent az egészséges életmód? Egy régi újságcikk szerint tiszta levegőt, italnak vizet, ételnek nyerset, testnek munkát, léleknek nyugalmat. Az intézményvezető hozzátette, a program nem csak egy hétre korlátozódik. Szűrővizsgálatok, felvilágosító előadások és gyógytorna formájában folyamatosan foglalkoznak az egészséges életmóddal. Az egészséghéten komoly szakemberek előadásait hallgathatják meg az idősek, mondta dr. Kreft Horváth Lórend házi orvos, egészségügyért felelős alpolgármester. Attól, hogy valakinek az életkora magasabb, nem szabad hagynunk, hogy ne éljenek egészségesen, és a lehetőséget meg kell mindenkinek teremteni, adni. Az itteni csapat, hogy úgy mondjam, az itteni gondozók, a vezetőasszony, a szakemberek, a mentálhigiéniások, a gyógytornászok, tehát mind azon dolgoznak, hogy önök azokat az életéveket is, amelyeket hála Istennek megértek, minél egészségesebben tudják tölteni. Szeptember 11-én dr. Udvardi Erzsébet belgyógyász kardiológus főorvos tartott előadást az időskori kardiológiai betegségekről. A hét további napjain szemészeti és hallásvizsgálat, gyógytorna, valamint dietetikus tanácsadás várta az időseket. A hét zárásaként pedig ünnepi műsorral köszöntötték a szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából.